azokból az okmányokból, amelyek a törvény elfogadása folyamatából ismerté váltak, egyértelműen leszögezhetjük azt, hogy alapvetően a törvény elveiben, alapjaiban az a törvény, amelyik elfogadásra került, gyakorlatilag nem különbözik attól, ami be lett terjesztve. Például ugye az ismert oktatási része az nem, hogy lazult volna, vagy kisebbség iránt toleránsabb formát öltött volna, hanem ellenkezőleg még két cikkellyel, még két ponttal bővül, történetesen azzal a külső tudásfelmérésnek a kizárólagos ukrán nyelven való megtételéről rendelkezik még pótlagosan a már ismert hetes cikkelyhez. Valamint előírja azt, hogy idegen nyelvet Ukrajnában oktatás intézményben csak az ukrán nyelvből lehet tanulni. Igaz, az átmeneti rendelkezések az előbbit, vagyis a külső tudásfelmérés ukrán nyelven való biztosítását elodázza 2030-ra, de ez alapvetően semmit sem, aminek ugye megvan a logikája, ugye, hogy azokra vonatkozik majd, akik múlt évben 2008-ban kezdték el tanulmányaikat, de ez alapvetően nem módosít azon a helyzeten, mely szerint a anyanyelvi oktatás e törvények szerint, az oktatási törvény 7. cikkelye szerint és az elfogadás alatt, vagy a kirdetés alatt álló törvény 21. cikkelye szerint gyakorlatilag a kisebbségi nyelveken való oktatás intézményesen szűnik meg Ukrajnában.